Hallgassuk meg az ige olvasását. A Bírák könyvéből fogjuk az igét olvasni. A Bírák könyvének a harmadik részét keressük ki, és a harmadik részből fogjuk a mai mottóigéket felolvasni. A harmadik rész 12. versétől a 30. versig terjedő szakaszt olvassuk fel. Hosszú szakasz, gyülekezetülve hallgassa meg az ige olvasását. Tehát Bírák könyve harmadik rész, és a 12-től a 30. versig olvasom az igéket. De Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr, ezért az Úr hatalmassá tette Eglont, Moab királyát Izrael fölött, mivel olyat tettek, amit rossznak lát az Úr. Ez összefogott Ammon fiaival, Amálekkal, elment, megverte Izraelt és birtokba vette a pálmák városát. Izrael fiai 18 esztendeig szolgálták Eglont, Moab királyát. Ekkor Izrael fiai az Úrhoz kiáltottak segítségért, és az Úr szabadítót támasztott nekik, a benyámini Éhudot, Gérá fiát, aki balkezes volt. Izrael fiai vele küldték el az adót Eglonnak, Moab királyának. Éhud csináltatott magának egy kétélű kardot, egy könyöknyi hosszút, és azt ruhája alatt a jobb csípőjére kötötte. Így vitte be az adót Eglonnak, Moab királyának. Eglon igen kövér ember volt. Miután Éhud végzett az adó átadásával, elküldte az adót vivő népséget. Ő maga azonban visszatért a Gilgálnál lévő bálványszobroktól, és ezt mondta. Titkos beszédem van veled, ó király! Az így felelt, csitt, és kimentek előle mindazok, akik mellette álltak. Éhud bement hozzá, ő pedig az emeleten levő hűvös különszobába ült. Éhud ezt mondta. Isten beszél hozzád rajtam keresztül. Ekkor az fölkelt a trónról. Éhud pedig benyúlt bal kezével a ruhája alá, kirantotta kardját a jobb csípőjéről, és beledöfte annak a hasába. Még a markolata is belement a pengéje után, és a háj körül fogta a pengét, mert nem húzta ki a kardot a hasából. Majd kiment a hátsó kijáraton. Azután kiment Éhud az oszlopcsarnokba, becsukta maga mögött az emeleti szoba ajtószárnyait, és bezárta. Alig, hogy kiment, jöttek a szolgák, de amikor látták, hogy az emeleti szoba ajtószárnyai zárva vannak, azt gondolták, bizonyára szükségét végzi a hűvös szobában. De amikor hiába várakoztak, és senki sem nyitotta ki az emeleti szoba ajtószárnyait, fogták a kulcsot és kinyitották, és íme Uruk ott feküdt a földön, holtan. Éhud azonban elmenekült, amíg ők késlekedtek, és a bálványszobrok mellett elhaladva Szeírába ment. Amikor megérkezett, megfújta a kürtöt az Efraim hegyén. Izrael fiai pedig az ő vezetésével lementek a hegyről. Ezt mondta nekik, kövessetek gyorsan, mert az Úr kezetekbe adta ellenségeteket, Moábot. Lementek utána, elfoglalták a Jordán Moáb felé eső gázlóit, és nem engedtek senkit átkelni. Leváltak akkor, mint egy 10 000 moábi embert, csupa, jól megtermett, erős férfiakat. Nem menekült meg senki. Így kellett Moábnak megalázkodni azon a napon Izrael keze alatt. És béke volt az országban 80 esztendeig. Jó, a Bírák könyvének a sorozatában vagyunk, ugye ez a második prédikáció a Bírák könyvéről. Ha emlékszünk rá, akkor mondtuk azt a bevezetésben az előzőekben is, hogy a józsui kori honfoglalásnak, illetőleg a királyság megalakulása közötti időszaknak a története van benne tulajdonképpen a Bíráknak a könyvében, vagy Bírákról szóló történetben. A jellemzője pedig ennek a korszaknak az, hogy az állami léte valami nagyon laza, ugye törzsszövetség az állami léte. Gyakorlatilag azt jelenti ez a törzsszövetség, hogy mindenki él úgy, ahogy éppen akar, és ha netalántán van valami közös cél, vagy valami közös probléma, na akkor valamilyen módon megpróbálják együtt megoldani, de ez sem kötelező érvényű. Ha valaki akar, akkor beleszáll a megoldásba, ha valaki nem akar, akkor nem száll bele, de hogy valahogy megpróbálnak összefogni, és igazából az összefogóknak a személyéről kapta a nevét a könyv, mert az Isten által megbízott úgynevezett bírák voltak azok, akik bizonyos pontokon ezt a népet ebben a kicsit szétszadult korszakban azért összefogtak és megpróbáltak velük közösen valamiféle megoldásokat hozni. A bírókról pedig ugye azt mondtuk el, hogy ezek általában meghatározott feladatra és időre megbízott emberek voltak, még akkor is, ha a tekintélyük alkalmasint egy emberöltön keresztül, a maga életén keresztül a bírónak nyilvánvalóan megmaradt, tehát élethosszítartó tisztelet azért volt ennek az embernek. A könyvnek van egy érdekes történeti, vagy még inkább irodalmi alapesemény, vagy mentalitás, vagy alap
alapképlete. Ugye úgy szól ez az alapképlet, hogy van egy elpártolás, Izrael elfordul az Úrtól, utána Isten kiszolgáltatja őket ennek az elpártolásnak a nyomán az ellenségeiknek, és utána pedig ezek Istenhez kiáltanak. Az Istenhez kiáltás után az Úr meghallgatja őket, és jön a szabadítás a szabadító személyén keresztül, aki nyilvánvalólag ugye a bíró. És akkor ma, ugye a mai témánknak a központi gondolata, meg amit szeretnénk körüljárni, a szabadítás meg a szabadítónak a gondolata. Az alapigék pedig ugye ehhez azok lesznek, amik a harmadik részt ugye végigvezetik. Az első hat versben ugye arról szól az ottani szakasz, hogy Isten otthagyott népeket, amelyek Izrael nem tudott kiűzni honfoglalásnak a kapcsán, és megokolja azt, hogy miért. És van benne egy érdekes kis indoklás, ami nem szokott föltűnni az embernek, amikor a bírákkönyvét olvassa, de mégis nagyon tanulságos és érdemes majd megnéznünk, hogy miért is. 7. verstől a 11. versig Otniel bírónak az arámok elleni harcát mondja el, és ugye a mottóigénk, ami hát kicsit hosszú volt, az Éhud harca a moábiak ellen, ez lesz nagyjából a mai áttekintésünknek az alapigéje. És akkor nézzük a tanulságokat, amelyeket az eddigiek alapján meg lehet fogalmazni. Az első tanulság, amit talán szeretnék kiemelni a próbáinkkal kapcsolatos. Ugye vannak próbák és nehézségek az embernek az életében, és nagyon sokszor a próbák és nehézségek abból származnak, meg abból származtatjuk mi magunk is őket, hogy Istennel szemben az embernek van valamiféle feszültsége, mert mondjuk megalkuvásokat tett a maga életében olyanokat, amit nem kellett volna megtenni, és akkor mindenható egyfajta büntetésként helyezi rá a próbákat. Az egyik oldalon megvan ennek a maga igazsága, nem tagadja a bírákkönyve, se vannak erre utaló jelzések, de azt mondja az ige, hogy lehetnek az Úrnak a tanításai is a próbák. Tehát lehet tanítási célja is a próbának, tehát nem csak kikezdik az életünket, kikezdik a lelkünket, de ki is képezhetnek bennünket a próbák. És érdemes azt gondolom ebből az összefüggésből közeledni a próbák felé, mert ebben az esetben az ember teljesen másként fogja értelmezni, értékelni, meg hozzáállni a próbához, és teljesen másként fog viselkedni benne. Ha tudom azt, hogy Isten ezzel ki akar képezni engem, akkor én is másként állok hozzá. Szoktuk azt mondani, ugye van egy ilyen mondásunk, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Amikor a bírák könyve elkezdi indokolni azt, hogy hát miért is van az, hogy mondjuk Izrael nem tudta kiűzni az korábban ott lévő népeket maga elől, pedig ez lett volna a cél. Vagy ugye miért van az, hogy néha úgy alakul, hogy újra és újra valamiféle szorító ellenség veszi körül Izraelt, akkor általában azzal indokolja, hogy azért van ez a probléma az életükben, mert Izrael bűnös. Ugye ilyeneket olvashatunk, hogy azt cselekedték, amit rossznak tart az Úr, mert például a baálokat tisztelték. Említettük azt, hogy az előző prédikáció alkalmával, hogy ez egyfajta emberi megalkuvásból történt. Azért történt, mert úgy érezték, hogy nem tudtuk elfoglalni a területet, de jó lenne itt maradni, mert már letelepültünk itt, meg egyébként is a terület a számunkra alkalmasnak tűnik megélhetés szempontjából, de ha ezek itt vannak és erősek, akkor valamiféle alkut kellene velük kötni, és az alku az volt, hogy például a kokáért elfogadták az isteneiket is. És aztán ide után nyilván elkezdtek abba az irányba egyre inkább vonzódni. De azért azt is láttunk el, hogy ennél árnyaltabb a kép, hogy csak a bűnnek a büntetése lenne a próba. Hanem nagyon sokszor a próba valóságosan próbát jelent. Isten megpróbálja vele az embert. Ugye a harmadik rész első verse azt mondja, hogy meghagyta azokat az Úr azért, hogy próbára tegye Izrael fiainak újabb nemzedékét. Hogy megnézze azt, hogy mi van bennünk. És ugye a próba bizonyos értelemben átminősülhet nagyon sokszor egyfajta tanítássá. Következő érdekes sort olvashatjuk egy kicsit arrébb. Azt mondja, hogy azért is hagyta meg az Úr ezeket a népeket, hogy Izrael fiainak újabb nemzedékei megismerjék Istent, és hogy megtanítsa a hadviselésre azokat is. Na még egyszer. Miért maradtak ott azok a népek? Persze büntetésként. Azért, hogy Isten próbára tegye őket, és még miért? Azért, hogy az újabb nemzedékeket Isten megtanítsa a hadviselésre. Mert azok nem tudták, és nem tudják kipróbálni, mi az, hogy hadviselés, akkor soha nem is fogják megtanulni. Tudnék, azt mondják ezzel ki a történet, hogy ha nincs próba, akkor nincsen tudás sem. Ha nincs próba, nincs tudás sem. Miközben majd szembesülnek ezekkel a népekkel, miközben szembesülnek magával a próbával, aközben tanulják meg például keresni az Istent, és aközben tanulják meg azoknak annak a küzdelemnek a szabályait, ahogyan nekik ezt a küzdelmet le kell folytatni. A próbáinkat nem valamiféle végként kell felfogni, bár az ember nagyon sokszor hajlamos úgy felfogni a próbát, hogy
itt a vége az életemnek, és akkor most rám szakadt az ég, és akkor kampec. Áldja, vigye, ugye keresztet vethetek magamra, jön a koporsó, meg szóval az ember általában vigyá hozzá a próbáihoz. Nem véletlenül én is így szoktam, tehát nem akarom magam kimenteni, amikor baj van, akkor hopp, elhagytam magam, és akkor, hogy á, vége a világnak. Persze, így állunk hozzá. De azt szeretné az ige megértetni velünk, hogy jobb az, ha az ember úgy fogja fel a próbát, mint egy szakmai gyakorlatot. A példát egyébként az oktatásból vettem kölcsön, hogy amikor én fiatal voltam, akkor nyomdaipari szakközépben indultam el, hogy majd arra fogom folytatni az életemet, aztán rég az nem az lettem, hogy én nyomdászkodjak most. De hát ugye akkoriban volt egy olyan, hogy szakközépiskola. A szakközépiskolának pedig volt egy érdekes tulajdonsága, ugye mixelt iskola volt, ez ötvözték benne a két dolgot, egyrészt adott érettségit, mint a gimnázium, tehát egy általános jellegű bizonyítványt, meg adott egy szakmai bizonyítványt is, amit a szakmunkás képzők szoktak adni. És a képzés, mivel kettős volt, ezért az egyik oldalon az iskolában zajlott, tehát mi többet voltunk az iskolában, mint a szakmunkások általában, és ott ugye tömték a fejünkbe mindenféle elméleti tárgyakat, és utána elmentünk egy üzembe, ahol szakmai gyakorlat volt. Mert ugye azt nagyon fontos tudni, hogy a szakmát a könyvből nem lehet megtanulni. Nem baj, ha az ember egy-két szakrajzot lát, meg tudom is én, az nem probléma, de szakmát könyvből megtanulni nem lehet. Az úgy megy, hogy bevisznek az üzembe, azt megmutatják, hogy gyerekem, itt van, nézzed, majd egy idő után csinálhatod is, meg belenyúkálhatsz, de csak úgy finoman, mert nehogy elvágd a kezed, meg szóval ilyen dolgok hozzátartoznak, de a szakmai gyakorlatnak az a lényege, hogy az ember működés közben lássa a szakmát, mert különben nem tanulja meg. És amit szeretnék a példázattal elmondani, még amit az ige is tulajdonképpen szeretne sugallni nekünk, hogy egy picit ilyen a hitéletünk is. Nyilván vannak elméleti részei meg síkjai, és a Bibliában nagyon sok bölcsesség és elméleti dolog benne van, és nyilván az imma kapcsolat, mint kapcsolat Istennel is hozzá tartozik ugye a hitéletnek a dolgaihoz, de akkor fogjuk megtanulni mind a kettőt jól, a bibliai elméletet és az imádságot is, hogyha az életünkben szembesülünk azzal, hogy ennek hogy kellene megvalósulnia. És hogy adott helyzetben az ige, hogy alkalmazható annak a bölcsessége, hogy alkalmazható az adott helyzetnek a problémájára. És ez csak akkor fog megtörténni, hogyha ott vannak a próbák az életemben, mert a próbában meg fog tanulni imádkozni. Tudni fogom egy idő után, hogy hogyan kell a mindenhatót megküzdeni ahhoz, hogy erre az imádságra választ kapjak, és tudni fogom azt is, hogy az adott élethelyzetben az igének melyik bölcsessége vonatkozik az én dolgaimra, és azt hogyan kéne alkalmaznom. Mert ha nem tanulom meg, akkor elbukok. Ugye, összefoglalva a dolgot, az életünkben vannak próbák, hozzátartoznak az életünkhöz. Néha büntetésként éljük meg, és néha ebben is van persze valami, és azon is el kell gondolkodni, meg helyre is kell tenni magunkban a dolgokat, de némelykor az a célja a próbának, hogy bennünket kiképezze. Tanítani akar, bölcsi akar tenni. Széles látókörűvé szeretne tenni vele bennünket Isten. És hogyha az ember ebből a szemszögből közelíti magát a próbát és az élethelyzetet, akkor teljesen más lesz a viselkedése benne. Nem megrémül tőle, hanem megpróbálja keresni azt, hogy Isten akkor mire akar engem ebben a helyzetben tanítani, és hogyan akar tanítani, és milyen módon akar tovább juttatni a hitemben. És ha így állok hozzá, akkor azt gondolom, ez egy szerencsésebb hozzáállás, mint hogy az ember végként éli, meg noha én is végként szoktam megélni az én próbáimat. Másik dolog, amit tanulságként érdemes meglátnunk az emlegetett szakaszokból, a szabadítás is hozzátartozik az életünk, az Istennek a szabadítása, hogy ő belelép az életünkbe szabadító módon. A szabadításnak van egy erőteljes feltétel, amit az embernek nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ez a feltétel nagyon egyszerű, meg kell tanulni a szabadítást igényelni, kérni. Tehát, hogy én kimondom az Úr előtt, hogy igénylem azt, hogy ő engem szabadítson meg. Amikor valakik elkezdenek Isten ellen ágálni, vagy néha hívő ember, vagy a hívő nép ellen ágálni, akkor rendszeresen ilyen érvek meg kérdések szoktak megjelenni, érvként megfogalmazott kérdések szoktak megjelenni, hogy ha Isten van, akkor miért engedi, hogy? Vagy ellentetje, miért nem engedi? Meg miért nincs? Meg miért az van, hogy? Tehát ez ugye rendszeres, hogy akkor az embert elkezdik ezzel a dologgal egreszíroztatni, meg támadni. Eladdik, hogy az embernek néha a büszkeség is meg szokott jelenni, meg a gőgösség is a kéréssel kapcsolatban. Ugye van egy József Attila nevű, volt egy József Attila nevű magyar költőnk, ugye, aki hát arról híres, hogy kommunista,
beállítottságú fiatalember volt, némi exhibicionizmussal, nem is néhi, némi erőteljes exhibicionizmussal, meg öngyilkossági hajlammal. Na, neki volt egy érdekes verse, a címét nem tudom, annyira jó irodalmár nem voltam, de beötlött a vers készülés közben, hogy ugye az Adjon Isten című vagy gondolata, hogy, és akkor fős, hogy szerintem mit adjon Isten neki. És akkor elég sok minden megjelenik, hogy ő mit is szeretne Istentől, de az utolsó sorra a leglényegesebb, amit a tanulság miatt szerettem volna megfogalmazni, hogy azt mondja ott József Attila, hogy nekem a kérés nagy szégyen, fejezzük be, adjon úgy is, ha nem kérem. És begondolt, hogy micsoda elképesztő gőgösség ez. Kitől szoktuk elvárni azt, hogy a gondolatunkat is kitalálja? Hát a szolgától. Fordít egyet a helyzeten. Úgy érzi, hogy Isten van alul, azért van, hogy engem kiszolgáljon, én meg azért, hogy én legyek az Úr. Na most a valóságban azért nem így van. És amit szeretne a Biblia értetni velünk, hogy a kérés, az fontos. Fontos azért, mert kifejezője valaminek. Ha én valamit kimondok az Úr felé kérésként, akkor abban van valami. Benne van például a belátás, hogy én nem tudom megszerezni. Nem áll az én hatalomba az, hogy én megcsináljam meg, hogy megoldjam a dolgokat. Belátom azt, hogy nekem arra, akitől kérek, szükségem van, mert különben a dolgaim nem fognak megoldódni, és benne van az alázat is. Hogy én akkor meghajolok azelőtt, akitől kérek, mert rájövök arra, hogy ő jóval nagyobb, mert ha ő tudja teljesíteni, és én nem tudom teljesíteni magam felé, akkor nyilván ő nálam hatalmasabb. És ennek az alázatnak az ember és Isten kapcsolatában, azt mondja az ige, dominálni kell. Nem azért, mert ő meg akar alázni bennünket, hanem azért, mert az ember akkor tudja, hogy ő tulajdonképpen az egész életrendjében hol van jelen. Hogy a bűneset kapcsán elszabadultak az életben a dolgok, és az ember miatt szabadultak a dolgok az életben. Amikor az ember elkezd kérő módon fordulni az Istenhez, akkor ezzel indirekt módon beismeri, hogy ő volt a hibás. Hogy ő rontotta a dolgokat, és neki szüksége van a mindenhatónak a segítségére. No, ez fejeződik ki azokban a sorokban, amit a 12. versben olvastunk. Ugye azt mondta megelőzően ott a szöveg, hogy Izrael fiai ismét azt tették, amit az Isten rossznak lát. Ez egy ilyen visszatérő probléma a Bírákönyvben, azt tették, hogy Isten rossznak lát, és ezért az Úr hatalmassá tette fölöttük Eglont, Moab királyát. És ugye jön a következő sor, és ez nagyon fontos, és ekkor Izrael fiai az Úrhoz kiáltottak segítséget, és az Úr szabadított támasztott nekik. Segítségért kiáltottak, szabadított támasztott. Ha nem kiáltanak segítségért, nincs szabadító. És nyilvánvalólag ebben a segítségért kiáltásban benne van az, aminek benne kell lenni a belátásnak, mert előtte ők a baálokhoz kiáltottak. Tőle vártak segítséget, és az, hogy most Istenhez fordulnak, abban kifejeződik azt, hogy mi most már beláttuk azt, hogy a baál nem segít, mi meg Istennel szemben hibáztunk. Ha tehát az ember azt szeretne, hogy Isten lépjen bele az életébe cselekvőleg, és adjon segítséget, szabadítást, gondviselést, ugye, ami hozzátartozik a létünkhöz, mert tényleg sok mindent nem tudunk megoldani az életünkben, akkor nagyon fontos az, hogy ez megfogalmazódjon bennem kérésként, és ezt kimondjam, mert ezzel kifejeztem azt, hogy én most akkor visszafordulok a mindenhatóhoz. Ugye emlékezzünk, van egy ilyen kis történet az Új Szövetségben, ami a tékozló fiúról szól. Elment az apától, aztán visszatért. Néha a kérésünk, magalázkodásunk nem szükségképpen szóban fogalmazódik meg, de a tetteinkben. És nagyon fontos, hogy mind a kettőben megfogalmazódjon. Abban is, hogy én kérek, és abban is, hogy én megalázkodok a mindenható előtt, és én megyek hozzá vissza, és ez elengedhetetlen, hogy a dolgaink megoldódhassanak. Vezetés szempontjából szintén fontos, vagy szabadítás szempontjából szintén fontos, hogy Isten népének a vezetéséhez az kell, hogy az emberi szabadító, vagy az emberi közvetítő az láthatóan Istentől vezetett személy legyen. Tehát érezhetően, mindenki által megfoghatóan olyan valaki legyen, akit Isten vezet. A gyerekkoromban, mielőtt én is voltam gyerek, játszottunk, ez hozzátartozik a gyereknek a létéhez, hogy az ember játszik, és akkor megfigyeltem, hogy ezek a játékok jó részt arról szóltak, hogy utánoztunk társadalmi eseményeket.
Most mi fiúk leginkább a háborúzit szerettünk játszani. Tehát ugye kard, meg puska, meg nem tudom mi, és akkor mentünk, és lövöldöztünk, meg puf-puf, voltak ilyen hangok, és akkor azt figyeltem meg, hogy én mindig vezér akartam lenni. De láttam, hogy a többiek is azt akarták. Tehát soha nem én vagyok a baka, egyszerű baka, hanem én a parancsnok vagyok, és akkor megmondom, hogy a többi mit csináljon, és a többi, ezen ment a veszekedés, hogy ki legyen a vezér, mert mindenki vezér akart lenni. Aztán figyeltem néha a lányokat, és ott is azért meghatározó szempont volt, hogy hát valakinek parancsolni kell, és lehetőleg én legyek az, aki megmondja, hogy mi történjen ott a többiek között. Most a játéknak ugye van egy olyan szerepe, hogy az ember benne, meg általa fölkészül ugye az életre, meg a következőre, a felnőtt korra. És a játékban éppen ezért láthatóvá válik az egyéniségünk, a vágyaink, és az is, hogy mit tartunk fontosnak, és ez szerint a vezetés, mint olyan, egy fontos szempont az ember számára. És egy fontos vágy. Hogy én pozícióba legyek. Olyan valaki, aki meghatároz. Fölmerül a kérdés, hogy tényleg kivezessen. És hogyan kerüljön oda, hogy ő vezető pozícióban, és megmondja, hogy a többiek mit csináljanak. Gondolkoztam, hogy milyen szempontok szerint szokott az ember vezetői pozícióba kerülni ebben a mai világban, és ének jutottak eszembe, hogy hát valaki beleszületik. Ugye annak idején volt az örökletes királyság, egyébként a királyság nem örökletesnek indult, hanem úgy indult, hogy ez csak katonai vezető volt, és jobban megbecsülték, mint a többieket, aztán úgy szép lassan kiharcolta magának, hogy de a fiam is megkapja a dolgot. Hát néha mondjuk úgy, hogy az előnytelenségre, mert ugye a tehetséges papát tehetségtelen gyerek követte, és az nagyon nem használta a népnek. Néha megtörténik ez az örökletessége a közösségek életében is, hogy a pozíciók apáról fiúra szállnak, és nem szükségképpen mondjuk a képesség szerint. Vagy néha azt figyeltem meg, hogy az anyagi javak döntik el, hogy ki lesz vezető, mert ugye ő adja a zsírt, akkor ő mondja meg, hogy mi történjék, azt kész, és ennyi. Tehát gyakorlatilag ugye az anyagi javak által biztosított hatalma, befolyása az, ami lehetővé teszi számára azt, hogy ő vezető legyen. Néha megtörténik az, hogy az emberi pozíció, vagy a pozíciót az ember a rátermettségével kapja. Ritkán egyébként. A második világháború, Churchillt nem szerették az angolok általában. Egy érdekes személyiség volt Churchill, és hát előtte is volt miniszterelnök, aztán leváltották, és a világháború alatt egyszerűen csak érezték, hogy muszáj oda tenni, mert senki más nem fogja tudni ezt a világháborút az angolok szempontjából levezényelni, csak ez az érdekes valaki. Le is vezényelte, és mihelyt lehetett, le is váltották. Tehát a háború után rögtön ki is rúgták Churchillt a pozícióból. Tehát a rátermettség addig volt szempont, amíg nagy baj volt. És néha a rátermettség sem szükségképpen jelent biztos befutást. Mert nagyon sokszor figyelhető meg az, hogy valaki szakmailag rátermett, és erkölcsileg is akkor rátermett, biztos? Ez nem mindig szokott összefüggni, ez a kettő. A lényeg, hogy ezek általában emberi szempontok, jobb-rosszabb emberi szempontok arra, hogy hogyan válasszunk vezetőt. Némelyikből néha elsül valamiféle pozitív előrehaladás, és néha bekövetkezik miattuk ilyesmi, hogy kontraszelekció. Ugye érte a kontraszelekció alatt, hogy olyan valaki kerül vezetésbe, aki arra nem alkalmas, de ugye működik egy ilyen fura kiválasztás az emberi menetekben. Néha valaki épülést hoz a maga vehemes természetével, de aztán sok mindent leépít miatta, mert ugye olyan erővel kell a maga vezetői pozícióját kiharcolni, hogy csak úgy működik, hogy mondjuk erkölcsök vesznek mellette, vagy hosszú távokat áldoz föl miatta. Tehát nagyon sokszor az emberi módszerek, jobb vagy rosszabb szempontok nem szükségképpen működnek. Most amit szeretnék ebből végül is kihozni, hogy Isten azt mutatja az igény keresztül, hogy az ő célja az, hogy ő építse az ő népét, és hosszú távokon építse. Nem az nagyon, hogy most van egy nagy körfutás, aztán lezuhanás és kész, hanem úgy szeretné megoldani, hogy az épülés az hosszú távú legyen. És ehhez kevesek a jobb vagy rosszabb emberi szempontok is. A jobb emberi szempontok is kevesek. Igazából arra van szükség, hogy az, aki Isten népét vezeti, az Istentől kapja a megbízást, és kapja az igazolást Istentől. Mert hogy miért? Isten tudja, hogy mi a feladat. Ő látja teljesen. Lehet, hogy nekem van sejtésem róla, de ő látja teljesen. Ő látja azt, hogy mit kell majd benne folyamatosan megcsinálni. Ő látja azt, hogy én minden fázisára alkalmas vagyok-e, és nem vagyok alkalmas. Ez a megdöbbentő. Hogy minden jó képessége mellett se vagyok alkalmas, ő tudja azt,
hogy majd amikor megakadok én a saját képességeimmel, ő segítőleg belelép a dolgokba. De ha nem tőled kaptam a megbízást, akkor nem lép bele. Isten nem hagyható ki a dolgainknak a megoldásából. Következésképp nagyon-nagyon fontos, hogy az, aki úgymond vezet, az ő megbízásából vezessen. Ha ez nem következik be, saját ötleteink szerint oldottuk meg a vezetés kérdését, annak csak bukás lehet a vége. A világ életben is, politikai szinten, de a közösségi életben is. Csak bukás lehet a vége. Érdemes megnéznünk, hogy a bírák kinevezése nem emberi esemény volt. Spirituális háttere volt ennek az esemény sornak, amit a közösség aztán meglátott és elfogadott. Tehát nem az volt, hogy megválasztották, vagy mit tudom én, Jóska Pista lesz hadvezér, és akkor ő megy előttünk, hanem az Isten kijelölte valahogy, visszajelezte, és akkor gyakorlatilag erre a többiek rámondták az igent. Azt olvastuk a 10. versben, az Úr lelke szállt rá, már Éhudra, és így lett Izrael bírája. Az Úr lelke szállt rá, és így lett Izrael bírája, és így volt a dolog következmény az, hogy hadba vonult Kusán risátaim ellen, és győzött. Jóval később egy picit utaljunk előre az Új Szövetségben, egy érdekes kis esemény, ugye néhány vezető ember az antiochiai gyülekezetben erősen imádkozik valamiért, nagy valószínűséggel azért, hogy hát a pogány misszió meginduljon, és akkor mi történik? De demokratikus módon megszavazzák egymás között, hogy küldjük el Pált meg Barnabást, mert ők a legrátermettebbek erre. Nem ez történik, hanem az, hogy az Úr lelke azt mondja, hogy válasszátok ki nekem Pált és Barnabást. Ha jól emlékszem, azt sem mondja, hogy mert ők a legrátermettebbek, csak hogy én majd velük leszek. Így döntöttem, és akkor... És így aztán Pálnak a munkája során a mai, mondjuk úgy, hogy az egész európai kereszténység van. És azért van, mert azok mentek, akiknek menniük kellett. Ugye, amit szeretnék a dologból kihozni. Nagyon fontos, hogy a dolgaink jól haladjanak előre, és nagyon fontos, hogy ezek hosszú távú jó haladást jelentsenek. Ne egy emberi erőfeszítésből történő, mondjuk úgy, hogy ad-hoc győzelemsorozatot, amit kierőltettünk persze, és néha van ilyen is. Néha az ember rögtön belebukik a dolgaiba, néha majd csak később, néha pedig kijelöltett pillanatnyi győzelmeket és sikereket, és akkor ünnepli is magát, hogy hú, milyen nagyszerű voltam. De hosszú távú sikerek csak abból vannak, ha amögött a mindenható áll. És ő mindig akkor áll mögötte, hogy a dolgok az ő levezénylése szerint működnek, és benne van az is, hogy az ő választottjai legyenek azok, akik ebben a dologban előre lépnek és vezetnek. És a közösségnek pedig arra kell, mondjuk úgy, hogy nyitottnak lenni, hogy meglássa és elfogadja ezeket a döntéseket, és ez nagyon-nagyon fontos. Ebből fakad az utolsó tanulságunk is, amit látnunk kell, hogy az emberi vezetőnek a felkent volta általában a visszaigazolásból ismerhető föl, vagy esetleg különleges adottságokból. Az előző tanulság fölvet egy kérdést, amit nem lehet megkerülni. Ugye azt mondjuk, hogy elsődlegesen fontos az, hogy Isten ott álljon mögöttünk a harcainkban. Elsődlegesen fontos az, hogy azt lássuk meg, hogy ők itt jelölt ki vezetőnek, és azt fogadjuk el, mert különben a dolog nem működik. De akkor ott a kérdés, hogy miről fogjuk felismerni az Istennek a választottját. Az adott feladatra való választottját. És az egyik oldalról rögtön lehet azt mondani, hogy erre igazából nincsen recept. A Bírák könyvét majd végigfigyeljük, akkor nagyon sokszor az, hogy miben látszik, hogy Istennek a fölkentje valaki, ez ahány feladat, annyi féle. Aztán, hogyha nézzük a továbbiakat, tehát az egész Bibliát néznénk meg, akkor megint az derül ki, hogy ahány feladat, annyiféle képességű ember kell. Tehát igazából arra nincs recept, hogy azt mondjam, hogy hát így fogjuk meglátni azt, hogy az Úr vezet. Azért sem olyan egyszerű a kérdés, mert hát emlékezzünk arra, hogy igazából az ember nagyon könnyen rámondja arra azt, hogy hát ez nem is jel. Ezt csak mi magyarázzuk bele. Jézusnak voltak elég erőteljes problémái a farizeusokkal, meg az írástudókkal. Ugye általában Jézusnak az volt a szokása, hogy miközben tanított, meg ahogy tanított, mellette jeleket és csodákat tett. Ugye ezekkel erősítette meg azt a... Nem mondta ezt sose ki.
Csak sugallta, éreztette, hogy én vagyok a messiás. De ezekkel a jelekkel akartam éreztetni az emberekkel, hogy lássátok meg azt, hogy például idézőjelbe téve, itt nagyobb van illésnél. Voltak tehát jelek és csodák, és hogyha valaki nem akarta felismerni, akkor mondjuk azt mondták az írástudók, hogy tegyél több jelet, mert hát honnan tudjuk, hogy te vagy a messiás, hogyha nem látunk elég jelet. Vagy később azt mondják, hogy hát a Belzebub segítségével tette azt, amit tett. Tehát, hogyha valaki nem akar a jelre reagálni, akkor könnyen azt mondja, hogy ez nem is jel. Ha meg valaki akar, akkor szinte bármiből felismeri, egészen kis utalásokból is. Nem kell hozzá nagyon nagy tűzfelhő, meg egyebek, csak egy egész kis utalás, és meglátja. Most azt figyeltem meg, hogy ugye szeretem ezt a szót, misztérium, ugye sok mindenre szoktam ráfogni, na ez is egy misztérium. Az emberben van egy kis képesség, hogy ráérezzen ezekre a dolgokra. Sokszor a dolog elsikkad, mert nem akarok ráérezni, hanem én mást akarok, és akkor azt erőltetem kézzel, lábbal, és akkor néha belemagyarázom azt is, hogy Istennek a jelei kísérik az én elgondolásaimat, és akkor az van visszaigazva, amit én gondoltam el. De egyébként mégis van az emberben egyfajta képesség, hogy ráérezzen, hogy mi volt az isteni jelzés, és ennek fényében azt gondolom, néhány szempont valamilyen módon megvilágítja azt, hogy azért miből ismerek rá. Ilyen például az, hogy Isten visszaigazol dolgokat. Az előbbi igében azt olvastuk, hogy az Úr lelke szállt rá, és ennek az volt a következménye, hogy legyőzte Kusán Rissátaimat. A többiek nem győzték le. Mások nem tudták összefogni Izraelt. Ő meg tudta csinálni, és ebből már egyértelmű, hogy ő volt a választott, de ehhez meg kellett neki előlegezni a bizalmat. Na erre mondom, hogy van egyfajta érzék az emberekben, és a baj esetén a dolog még működik is, hogy akkor rájelzünk, hogy na akkor ő rá kell bízni, mert ő tudni fogja, mert ő mögött áll az Isten. Amikor nincs baj, akkor nem érzünk rá, mert akkor nem akarunk ráérezni. De néha kell egy ilyen előlegezett bizalom, amit az ember ugye megvesz, és akkor a dolog majd visszaigazolódik. Néha meg vannak előrejelző különleges adottságok, amelyek mutatják, hogy akkor körülbelül ebben a irányba kellene gondolkodnunk. Ha ugye mai példákat akarunk venni, akkor például mondjuk egy erősebb intuitív képesség, vagy az igének, ige alkalmazásának a gyors képessége, tehát hogy valaki tudja az életre alkalmazni az igét, az mondjuk nagy valószínűséggel egy lelkipásztort, vagy lehetséges lelkipásztort jelöl. Annak az adottságai ezek. De ezzel is egy dolog jelezheti azt felénk, hogy éppen valaki mire alkalmas. Az igében ez az Éhud nevű fiatalember egy érdekes különlegességgel bírt, balkezes volt. És ebből lehetett ráismerni arra, hogy hát az Úr választotja, hogy ő balkezes vagyok én is, ezt most elárulom a testvéremnek. Nem biztos, hogy ebből lehet megismerni az Úr választottságát, de most abban a korban az első szülöttség volt egy ilyen egyfajta jel, hogy valaki esetleg az Úrnak a választottja, meg a balkezesség is ennek számított. Valamit úgy gondolták, hogy ez egy isteni jel az emberen, de volt ennek egy sokkal praktikusabb oka is, hogy miért a balkezesség volt ilyen módon fontos. Ugye, amikor Éhud bement a király elé, akit hát ugye nem lehetett fegyverrel megközelíteni, akkor nyilván megnézték, hogy van-e fegyver. És ugye a balkezes ember, mivel által az emberek jobbkezesek, a másik oldalán hordja a fegyvert, ahol nem fogják megnézni. Magyarul merénylőnek a legalkalmasabb, és itt ez volt a szempont. A feladatra ő a legalkalmasabb. A képesség és adottságai miatt. Néha ezek előre jelzik az embernek. Itt is kellett a bizalom, mert ugye először megtette azt, amit meg kellett tenni, és utána szólította Izraelt hagyba, hogy na akkor kövessetek, mert az Úr egyfajta jelzést adott nekem. De ez volt a jel. Nem sok jel szokott nekünk adatni azt illetően, hogy ki az, aki úgymond vezetővé válhat közöttünk. Mert nem is kell rengeteg jel. Különlegesség nem kell hozzá. Megvan bennünk az a misztikus képesség, hogy ráérezzünk. Csak adott helyzetben a közösség nem szükségképpen érez rá, mert elszaladtunk más irányba, mert mást akar az ember, mint amit egyébként Isten akarna, és akkor ez így nem működik. Nagyon szépen megfigyelt, amikor nagyon nagy a baj, akkor hirtelen működik. Ugye Churchill esetében rögtön tudták, hogy őt kell háború esetén megválasztani. Na most, amit szeretne az ige megértetni velünk, hogy ez a képességünk működjön mindig. Ez a fura misztikus képesség, hogy ráérzünk arra. Apró kis jelzésekből ráérzünk arra, hogy na ő az, akiben megbízhatunk, mert az Isten erre a feladatra őt jelölte, ez kell, hogy működjön, mert ha működik, akkor tud az életünk is, közösség életünk is, meg úgy általában az életünk fejlődni. Amit azt gondolom, nagyon fontos látni az eddig elmondottak alapján.
Vannak az életben nehézségek és próbák, és ezek hozzátartoznak az életünkhöz. Benne vannak a menetében. Van egy olyan vonatkozása a próbának, hogy Isten akkor engedi meg, amikor mi megalkuttunk, és akkor ezzel valamilyen módon vissza akar jelezni azt, hogy nem jó irányba haladtunk. De nagyon sokszor az a célja, azért van az életünkben a próba és a nehézség, mert ezek által ő ki akar bennünket képezni. Hogy a hitünket a maga teljes mélységében ismerjük meg, tapasztaljuk meg a végsőkig a hitünknek a mélységeit, hogy ezáltal a hitünk is erősebbé váljon, és még tisztábbá váljon előttünk. Nem biztos, hogy végként kell megélni az ilyen próbákat, hanem csak arra kell ráérezni, hogy ez azért van, hogy Isten engem tanítson általa valamire, és ha így állok hozzá, akkor teljesen más az, ahogy ezekben a próbákban részt veszek. A próbából fakad az is, hogy az élet, mutatja a próba is azt, hogy az élet nagyon sokszor az ember számára nem megoldható valami. Tehát, hogy nem én vagyok az, aki olyan ügyes vagyok, hogy az egész életen tökéletesen áthaladok, mert nincs hozzá képességem. Sokszor bölcsességem sincs hozzá, sokszor erőm sincs hozzá. Szükségem van arra, amit úgy hívunk, hogy szabadítás. Hogy Isten belelépjen az életembe, és szabadítóra lépjen bele, és ez a szabadítás akkor kezd megvalósulni az életemben, amikor én elkezdem igényelni. És ezt meg is fogalmazom. Mert amikor ezt megfogalmazom Isten felé, magam felé, akkor azzal ki is mondtam, hogy én belátom, hogy nekem Istenre szükségem van. Tehát kérni kell. A szabadítás szabadítón keresztül szokott megvalósulni, és hogy ki a szabadító, az emberi szabadító személye, ez nem emberi döntés kérdése. Isteni jelölés kérdése. Amit nekünk föl kell ismerni. A fölismerés az gyakorlatilag nagyon egyszerű. Van bennünk egy érdekes, idézőjel betéve sokszor megetett misztikus képesség, hogy ráérezzük. Vannak apró kis jelzések, amelyek nem óriási dolog, de valahogy visszajelzik nekünk ezt. Egyetlen dologra van szükség, hogy én erre legyek nyitott. Ne arra legyek nyitott, hogy én mit akarok, nagy közegeknek milyen érdekei vannak meg, tehát rengeteg ilyen szempont jelenik meg, hanem arra legyek nyitott, hogy Isten mit akar, és erre nyitott vagyok, akkor ezek a dolgok elkezdenek, mondjuk úgy, hogy jól alakulni az életünkben, meg megoldódni az életünkben. Amen.